A magyar cserkészet történetében a kommunizmus évtizedei komoly törést jelentettek. Az MCS-t 1948-ban erőszakkal beolvasztották a pártállami rendszert kiszolgáló, szocialista embertípus nevelő úttörő mozgalomba. A hamu alatt izzó parazsat turista egyesületek és indián játékok formájában őrző maroknyi bátor embernek és a külföldön működő emigráns csapatoknak köszönhetően azonban a magyar cserkészet a tiltás ellenére sem tűnt el a föld színéről. A diktatúra szorításának enyhülésével volt hova visszanyúlni. Sikerült megőrizni az alapokat, amelyekre az újjászülető mozgalmat építhették. A határok egyre jobban lazultak, és egyre több anyag áramlott be a emigráns magyar cserkészetből. Egyre több dolog jelenhet meg Magyarországon. Így 89-ben, amikor az egyesületi törvény megjelent, akkor a jelszavunk értelmében, mert hogy résen voltunk, az egyes számmal a magyar cserkészetet jegyezték be. Ami nagyon vicces, mert a kettes az úttörő szövetség volt. Azt azért tudtuk, hogy az előbb-utóbb majd valami lesz, meg vége lesz, meg jobb lesz, de hogy még a mi életünkben megérjük azt, hogy cserkészet legyen, hát ez egy egész nagy, egy álomnak a beteljesülése volt, egy álomnak a újra beteljesülése volt. Nagyon sok segítséget kaptunk a külföldi Magyar Cserkész Szövetségtől. Ugye a háború utáni emigránsok, amikor 48-ban megszűnt itthon a cserkészmunka, akkor fölvették a Magyar Cserkész Szövetség nevet, és ők csinálták ezt szerte széjjel szórva az egész világban, tehát valami hatalmas és hihetetlen munkát végeztek. És amikor lehetett újra itthon kibontani a zászlókat, ahogy ezt szoktuk fogalmazni, akkor jöttek és segítettek, hoztak cserkészkönyveket, Amerikába a kiképzőközpontba kivittek nem egyet, hanem sok cserkészvezetőnek tanulót, akik aztán itthon elkezdték ezt a fajta cserkészetet csinálni, illetve Európában kezdtek szervezni vezetőképzőket. Hasonlóan nagy érdemük van abban, hogy a határon túli cserkész munkát elindították. A diktatúra 40 esztendeje alatt két nemzedék is felnőtt úgy, hogy nem találkozott az élő, működő cserkészettel. Legfeljebb szüleik, nagyszüleik elmondásából tudhatták, vagy inkább csak sejthették, milyen is volt a világháború előtti virágzó mozgalom. Mindenki hozta magával régi emlékeit, családi hagyományait. Így aztán természetes volt, hogy a kezdet-kezdetén szinte mindenki másféleképpen képzelte el az újjászülető mozgalmat. Több elgondolás indult el, hogy akkor mi is lesz ez a cserkészet, vallásos, nem vallásos, a politikától akkor mindenki távolodni akart, hiszen az egypártrendszerbe kellőképpen megutáltam. Van, aki azt gondolta, hogy az iskolában minden marad a régiben, csak a nyakkendőt pirosról zöldre cseréljük, és megyünk tovább a megkezdett úton. És emiatt elég sok cserkész szövetségünk alakult. Tehát konkrétan a végeredményként 26 cserkész szövetség jött létre. Ennek a nagy kavalkádnak a végeredménye az lett, hogy így a 90-esek elején kristályosodott az, hogy három cserkész szövetség létezik, amelyek a Magyar Cserkész Szövetséghez valamilyen módon kötődik. Ez maga a Magyar Cserkész Szövetség, a Magyar Cserkész Csapatok Szövetsége, aki a vallásosság kérdését nem firtatta a tagjainál, illetve megalakult a Magyar Cserkész Leány Szövetség, ami a 23-ban alakult Magyar Cserkész Leány Szövetségnek a folytatásaként jött létre. Ezen kívül van még egy társaság, aki a cserkészetet csinálja, de ők egy teljesen más gyökerektől induló fának egy hajtása. A 60-as években a világszervezetből kivált egy társaság, aki a vallásosság kérdésében sokkal keményebb szabályokat kívánt létrehozni. Őket úgy hívják, hogy Európa Cserkészek, és az Európa Cserkészetnek is létrejött egy közössége. Aztán idővel ez a négy társaság beállt a saját szintjére, és a Magyar Cserkész Szövetség a legnagyobb létszámú, ma közel 10 000 taggal dolgozó cserkész szövetség Magyarországon. Magyarországon évtizedek óta nem működhettek vallás-erkölcsi alapon álló ifjúsági szervezetek, és az iskolákban, sajtóban folyó ateista propaganda is megtette a hatását.
Így aztán az újrainduláskor sokan egy világnézetileg semleges cserkészetet képzeltek el. Az alapító Bipi és a magyar mozgalom nagy alakjai, Sík Sándor vagy Teleki Pál azonban egyértelműen a keresztény hit és morál talajára építették a cserkészetet. A többség ezen az úton kíván tovább haladni. Ami a legkeményebb vitákat és a legélesebb harcokat hozta, az a vallásosság kérdése. 40 év után lehet elvárni a vallásosságot, vagy nem lehet elvárni, kell érteni, vagy nem kell tenni. Hogyan állunk mi vallásosak, a nem vallásos fiatalok felé a cserkészet kérdésében, hogy ez egy missziós terület, vagy nem missziós terület? Az alapító, ugye BP is azt mondta, hogy tehát a vallás az benne van, anélkül, hogy ezt ki lehetne gyűjteni. Tehát, hogy átszövi az egészet. Egy romantikus kép, de tényleg erről van szó, hogyha fölérek egy hegycsúcsra, nyilván a só az kimarta a szemöldökömet, meg átázott mindenem, megállok a tetején, körülöttem a többiek, és lenézek, és látom az erdőt. Tehát ott azért elég nehéz azt elmondani, hogy ez a világ ez így magától jött létre. Tehát annyira szép, annyira megfogja az embert, annyira látszik a rend, hogy nem kell sokat beszélni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, itt valami értelmes teremtő szándék az, ami ezt létrehozta. A cserkészet lángját az illegalitásban, vagy külföldön őrző idős emberekben évtizedek alatt az a remény tartotta a lelket, hogy egy nap ott lehet majd folytatni, ahol 1948-ban abba hagyták. Ám a kizökkent idő kerekét már nem lehet ugyanabba a keréknyomba visszatenni. A betiltás óta eltelt 40 esztendőben rengeteget változott a világ. Az internet előtt ücsörgő televízión és videójátékokon csüngő gyerekeket nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel megszólítani, mint a 30-as, 40-es évek nebulóit. A ma cserkészete nem ugyanaz, mint a mi régi cserkészetünk volt. Ez elég sok konfliktust jelent az öreg cserkészeim között, mert mikorunkban nem így volt, a mikorunkban nem volt, ez nem is az igazi cserkészet. Gyerekek, az élet tovább ment. Ha nem mész vele együtt, akkor átlép rajtad. Az, amit cserkészetnek hívunk, az nem változott. Az alapkő, az teljesen szilárd, és ugyanaz a csiszolása van a mai napig. Hogy hogyan értjük azt, hogy le van benne írva, azon beszéljünk hosszas és kitartóan. Amikor azt mondjuk, hogy a magyar cserkészetnek fontos módszere a magyar kultúra ápolása, akkor ez a 30-as években a falusi közösségek kultúrát jelentette. A 40-es években, amikor még léteztünk, akkor sokkal inkább ez a táncházas, regős mozgalom volt, ami fontos volt, hogy megtanuljuk, megértsük, használjuk, műveljük ezt a dolgot. A mai világunkban pedig azt jelenti, hogy a magyar kultúra az valahol a Tihany alapító levéltől az István a királyig tért. És hogy igen, van olyan cserkészcsapatunk, aki a nyári táborában az István a király rockoperát megtanulja, színpadra állítja, az utolsó este előadja. Ez a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része. Napjainkra komoly viták után, de végül letisztultak a célok és a módszerek. A szövetséget ma már jobbára az újrakezdés után bekapcsolódott fiatalok vezetik. De megtalálták helyüket a történelem nehéz próbáit kiállt, nagy tiszteletnek örvendő öreg cserkészek is. A hagyományok szilárd alapjaira egy lendületes, korszerű mozgalom épül, amely otthona a legkisebbeknek és a legidősebbeknek is. Ezt az érzést tapasztalhatta meg az a több mint 4000 cserkész, akik idén-nyáron az 5 kontinensről ócsára gyűltek a centenáriumi nemzeti nagytáborba. Az elmúlt évtizedekben számtalan pedagógiai irányzat és elmélet látott napvilágot, amelyek mind a gyerekek képességeinek fejlesztését és személyiségük kibontakozását tűzik ki célul. Ám alig ha született eredményesebb elképzelés, mint amit Baden-Powell,
több mint 100 esztendeje papírra vetett. BP nem végzett bonyolult pszichológiai kutatásokat a fiatalok körében. Egyszerűen odafigyelt rájuk, szerette volna megismerni őket. A gyermeki lélek ezernyi szerteágazó álma és vágya egy szóban megragadható. Kaland. A legendás cserkészmódszer lényegében erre a szóra alapul világszerte. Szoktam azt mondani, hogy a cserkészet a legjobb dolog, ami egy gyerekkel történhet, szerintem. Mert hogy olyan módon sajátítasz számtalan dolgot, amit egyébként kényszerűen az iskolapadban megtanulva nem is teheti, nem is képes rá, és talán nem is kívánja. Itt viszont, ha legyaloglok 25 kilométert, akkor többet ér nem tudom hány testnél és óránál. Hogyha a hegytetőről lenézve meglátom a dombokat, az többet ér néhány hittanóránál, és így fogalmazhatnám tovább, hogy mi minden van még ebben. A mai fiatalnak tényleg egy életre való kaland a cserkészet, már nem a számítógépek előtt, meg a Facebook, meg a közösségi oldalak társaságába tölti az időt, hanem sokkal inkább természetet jár, közösséget épít, beszélget, új embereket ismer meg, nagyon sok pluszot tud nyújtani, nem köti le önmagában a számítógép elé csak. Nincsen baj a depresszióval. A gyerekekre alapvetően jellemző, korosztálytól függetlenül, hogy rengeteg féle dolgot csinálnak, de ezek nem adnak mögéjük tartós közösséget, tehát elmegy vívni, elmegy kajakozni, énekkarba jár, de ezek olyan futó kalandok az életében. A cserkészet pedig az elejétől hangsúlyoz azt, hogy ez egy hosszú távú dolog, ha ide belépsz, akkor egy hosszú távra, akár életre szólóan kerülsz bele ebbe a közösségbe. A másik az élmények, ami a gyerekeknek nagyon nagy hiányuk, főleg az iskoláskorú gyerekekre jellemző egyre inkább az, hogy egy virtuális élményanyagot tudnak maguknak begyűjteni, itt viszont kipróbálhatja. És nem a számítógép előtt ülve lesz ő Tini Ninja teknőc, hanem itt tényleg lehet teknős béka, vagy sáska, vagy méhecske, vagy hangya, vagy bármi egyéb. És mindazt, ami a kalandregényekből, kalandfilmekből számára ismerős, azt itt eljátszhatja. Egy erdőben voltunk egy sátorban, nagyon izgalmas volt, egyedül voltunk, anyuka nélkül, apuka nélkül. Voltunk egy tábor alkalmával, hogy a csapatot elviszik egy napos túrára, és elmentünk, hogy a terepet járjuk be, hogy tudjuk már kell vezetni a csapatot. És ugye persze ott malnak, szeder, minden. Nagyban nekiálltunk, ettük a malna, a szedre, egy olyan 50 méterre, csak lassan így a bokor megmozdul, egy medve bocs kiszakik, menjen a másikba, na akkor egy kicsit nagyon megjártunk. Ez egy nagyon jó barátokat. Dolog, szerzünk és barátokat találunk. És igen, és rengeteg játékot. Rengeteg program, játékot. És rengeteget tanulunk is. Közösségben vagyunk, szeretjük egymást. És ezt tovább akarjuk adni. És minden nap úgy ébredünk, hogy ma valami jó dolog fog történni. A modern technika kényelmesebbé és biztonságosabbá tette életünket. Elszoktunk azoktól a mindennapos apró küzdelmektől, amelyek talán nehezebbé, ugyanakkor tartalmasabbá is tették nagyszüleink, dédszüleink gyermekkorát. A média könnyen, erőfeszítés nélkül elérhető siker és gazdagság illúzióját közvetíti felénk. A szobázó életmód és a szegény sorsú fiatalok csellengése, amely annak idején cselekvésre bírta a cserkészet alapítóit, mai nagyvárosainkban hatványozottan jellemző. Az elkényelmesedett, a gyakorlati dolgokban súta és esetlen gyerekek sokszor a cserkészetben találkoznak először igazi kihívásokkal. Amikor beköltözünk egy táborba, ott nincs semmi. Általában egy, például az én csapatom, mi mindig valamilyen kis erdős helyen táborozunk, messze a legközelebbi lakott településtől. Beköltözünk oda, nincs semmi. Mire a tábornak a feléhez érünk, már minden őrsnek van körlete, asztala, polca, vannak sátrai, van latrinánk, minden ilyesmi. Olyan dolgokat is megtanulunk, amiket például otthon vagy máshol sose. Például táborkaput építeni, meg felállítani a sátrat, akkor csomók. Megtanulunk fát vágni, meg ásni, meg főzni. Hát én úgy szeretem terhelni magam, és amúgy otthon eszembe nem jutna például ásni egy latrinát a kertben, meg
fát taprítani, de így alkalmam van rá. Meg szerintem így a lányokra itt az a cserkészetnek azért része, hogy foglalkoznak az ilyen nagyon kicsikkel, meg ápolgatják a társaikat, meg főzőcskéznek, meg mosogatnak, úgyhogy olyan háziasszonyoskodunk például egy csapattáborban. Ha egy gyerek úgy nő fel, hogyha én le akarok ülni, akkor építenem kell egy padot. Akkor egy olyan mentalitás épül ki belőle, ami felnőtt korábban azt a gondolkodást fogja magával hozni, hogyha valami nem tetszik a lakókörnyezetemben, valami nem tetszik az országban, akkor meg kell változtatni, mert én tudom, hogy hatással vagyok a környezetemre. Ha van valami, ami a cserkészetben közös, akkor ez a gondolkodás, hogy minden cserkész tudja, zsigereiben van az, hogy ő hatással van a világra. És hogyha valamit lát, amit szeretné, hogy másképp működjön, vagy valami megvalósuljon, akkor majd ő megcsinálja. Ebben közösek vagyunk. A modern kor adott az embernek egy nagyon veszélyes képességet. Egyedül jól érezni magát. Talán soha nem volt még fontosabb, hogy a gyerekek igazi közösségekben nőjenek fel, és tapasztalják meg, mit jelent egy jó banda tagjának lenni, milyen a közösen átélt próbatételeken és csibészkedéseken alapuló barátság. Mai fiatalok számára én azt gondolom, hogy egy mencsvár, egy olyan kikapcsolódási lehetőség, amikor elengedhet mindent. Elengedheti a Facebookot, elengedheti a különböző számítógépes játékokat, elmehet a tévé elől, és nem ez a pedagógiai szaknyelven szólva legeltetése zajlik a gyerekeknek, hanem egy állandó tevékenységet a barátok között, ahol nem trendi az, hogy túlságosan felnőtt legyek, ahol meglehetek magamnak gyerek, ahol nyugodtan összekoszolhatom magamat, ahol vidáman játszhatok, és a vezetőim is fiatalok, akik ráadásul figyelnek is az én egyéni előre menetelemre. Egy cserkész szerintem azt érzi a csapatban, hogy figyelnek ő rá, és hogy törődnek ő vele. Az ember az egy társas lény, tehát itt vannak jó barátok, szomorú vagy, oda jön, megvigasztal, átudoltok egy nótát, bármi egyet játszottok, a tábortűznél az egy felemelő érzés, hogy együtt vagy 50 emberrel, 100 emberrel, akar az ősöddel, 10 személlyel, 8 személlyel, ez az egy felemelő érzés, tudod, hogy ha bajban vagy, akkor van, akire számíts. Nem csak olyan, mert a mai világban legtöbb csak olyan barát van, hogy jóba barát, de a rosszban nem. De itt tudjuk, hogy ha az egyik beléjásik egy szakadékba, akkor mind a hét odaáll és kihúzza, vagy utána szökik, hogyha a lába átölt, és segítsen rajta, vagy van. Tehát nagyon egy összetartsa az embereket, összekovácsolja. Van is egy olyan cserkész törvény, hogy minden cserkész testvérének tekint a cserkész, és tehát, hogy így viszonyulnak a cserkészekhez a többi cserkész is, tehát, hogy így oda mentem, és egyből be is fogadtak, tehát, hogy nem volt semmi, hogy be kellett illeszkednem, mert már oda mentem, és már be voltam illeszkedve. Nekem ez a cserkészet azt jelenti, hogy amikor a szüleim meghaltak, én bekerültem egy olyan közösségbe, ami 26 éve a közösségem. És hogy ez egy nagyon, nagyon komoly kapcsolati háló, ez egy több, mint barátság. És ameddig nem volt saját családom a feleségem révén, addig ez volt az első számú családom. A legjobban megtervezett, legnehezebb terepen is helytálló jeep sem működhet benzin nélkül. Az emberi lélek üzemanyaga a hit, amely az igazán nehéz megpróbáltatások idején erőt ad nekünk. A cserkészet komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekeket egy életre feltankolja az Isten iránti szeretettel és bizalommal. A vallás nem csak kapaszkodó az élet meredek kaptatóján, de biztos, megbízható iránytű is, amely segít eligazodni a legbonyolultabb kereszteződésekben is. A cserkészetben nagyon fontos a megélt lelkiség. Az, hogy van egyfajta viszonyunk a transzcendenshez, Istenhez, és hogy ebből a szemszögből van viszonyunk egymáshoz. És ez egy nagyon fontos összetartó erő. Én például azért lettem lelkész, mert sokáig kerestem azt, hogy mit jelent hogy szent lélek. És azt gondolom, hogy egy közösségben
és ezt a cserkész közösségben éltem meg, a Szentlélek az, ami tetten érhető, de nem ebben az irányultságban, hanem ebben. Tehát, hogy ahogy a mellettem levővel bánok, ahogy mondjuk odaadom a kis cserkésznek a bicskámat, aki mellettem van, és tudom, hogy a reggel odaadom a reggelinél, és beleteszi a vajas dobozba, az nekem egész nap nagy kíny lesz, mert mondjuk nincs sok lehetőség, meg idő, hogy letakarítsam, de mégis odaadom neki, mert azt akarom, hogy tudjon reggelizni. Nyilván nem tudatosan azért, mert olyan jó fej keresztény vagyok, de hogy az ilyen apró dolgokban, hogy mondjuk egy kiránduláson egymás kezéből kikapkodják a 20 literes kannát, mert hogy ne ő vigye, hanem én. A járatok valóságok, tehát nem csak rajzoljuk a szépet. Neve katolikus családban nőttem föl, és nagyon tetszik az, hogy itt sok fiatal van, és tényleg mindenki vallásos. Tehát persze előfordulnak olyanok is, akik nem, de mindenképpen motiváló az, hogy mert ugye manapság sokan gáznak tartják ugye az ilyen Isten hívő dolgokat, de itt abszolút nem gáz, tehát itt tök nyíltan tudunk erről beszélgetni, meg hogyha valakinek valami baja van, akkor az sem meglepő, hogy azt mondják nekem, hogy akkor majd imádkozok érted. Amikor cserkész fogadalmat tesz valaki, az egy nagyon nagy dolog, és akkor az Isten előtt is megígérjük, hogy azt tesszük, ami a fogadalmunkban benne van, az Isten hazaembertársi szolgálatra felesküszünk akkor, és azok a gyerekek, akik fogadalmat tesznek, akkor egy nagyon szép ceremónián mennek keresztül, ahol a csapat cserkész tagjai befogadják őket cserkészé. Mindig az a legszebb pillanat. Én azt hiszem, hogy Magyarországonak talán lehetünk egy sikersztoria, két ok miatt is. Az egyik, egyrészt nagyon nagy szükség van sikertörténetekre. A pozitív példának az erejére, mert nagyon ki vagyunk fáradva. Mindannyian, tehát akik itt éljük a mindennapokat. Az egyik az, hogy nincsen társadalmi teljesítmény. Tehát a társadalmi teljesítmény nem pénzben mérhető, mert nagyon lassan térül meg. És talán nekünk van arra esélyünk, hogy legyen társadalmi teljesítmény, és talán amiatt tudjuk ezt megtenni, hogy itt azért van egy egység, meg megértés, meg egymásnak a támogatása, meg őszinte öröm egymás sikereinek, ami a társadalomban nincs meg. És én azt gondolom, hogy ha mi meg tudjuk a saját világunkban ezt teremteni, és meg tudjuk mutatni, akkor ez a pozitív példa talán kifelé is tudhatni, hogy nem kell mindig megosztottnak lenni, nem kell mindig méregetni, nem kell mindig vitatkozni, mert nagyon nehéz ebből előre törni. És én azt is hiszem, hogy erről nem beszélni kell, hanem cselekedni kell. A hazai cserkészet 100 esztendő alatt keresztül ment mindenen, amit egy közösség átélhetett a viharos 20. században. Nagy megpróbáltatások, hatalmas közös sikerek, megrendítő pofonok és talpraállások jelezték a mérföldköveket a nagy úton. Ösvényüket megbecsülés és szeretet épp úgy szegélyezte, mint irítség és értetlenség. De mindenek előtt ezernyi felejthetetlen élmény, hosszú túrákon köttetett életre szóló barátságok, vidám tábortüzek mellett születő nagy szerelmek. Ez egy közösség, amire mindig számíthat az ember, ahonnan a barátai kikerülnek, ahonnan az ember párja kikerül, ahol egyszer jól érzi magát, és azt érzi, hogy oda tartozik, mert hasonlóképpen gondolkodunk, hasonló dolgokat szeretünk csinálni. Egyszerűen jó érzés egymás között lenni. Jó érzés a táborokban lenni, jó érzés cserkész programokon lenni, mert valahogy ez a pici világ úgy működik, ahogy kellene nagynak működnie. Egy cserkész fogadalom az nem a cserkész foglalkozásokra szól, és nincs meghatározó, hogy meddig. Tehát nem úgy teszem rá, hogy a következő 10 évre, hanem azonnantól, ha letettem, egy életre szól, és akár munkahelyen, akár iskolában, akár a cserkész csapatban, tehát bármerre is járunk, próbáljuk ezt a fajta életmódot közvetíteni, és ez hatalmas élményeket és pozitívumot tud adni. Én itt tanultam meg azt, hogy az álmaimnak nincsenek határai, hogy rajtam múlik, hogy milyen világot teremtek meg, hogy nem egyedül vagyok sikeres, hanem közös siker van, vagy közösségi teljesítmény van, és azt, hogy a gondviselésben való feltétlen bizalom az egy nagyon fontos mozgatóereje a világnak, és ami létrejött az elmúlt években, azért az ebből táplálkozik. Legyünk büszkék a magyar cserkészetre, figyeljünk és vigyázzunk rá, hogy a jövő fiataljai a következő 100 évben is átélhessék a nagy kalandot.